kapui Enrique Sanchez méghozzá Nevada-államban, Reno-ban. Azonnal csapjunk a lovak közé, állandó szakértünk a mai alkalommal is, idősebb Füzesi Zoltán. Jó estét kívánok! Barrera a képernyő jobb oldalán, fekete aranyszínű szet. Két mexikói, ez már magában pikás. Igen, ez garantálja, hogy itt jó csemegét láthatunk. Fordított bizony alapállásban a másik mexikói Sanchez, aki nem annyira ismert, mint Barrera, pedig neki is nagyon jó a mérlege, 28 győzelem, mindössze egy vereség. Aki már oda kerül a világbajnokság közelébe, kihasználja egy világbajnoki meccset, az jó kell, hogy legyen. Ugye Barrera néhány hónappal korábban ragyogó ökölvívással, remek védekezéssel legyőzte Nazim Hamedet, és elvette a herceg veretlenségét, tehát mindenki úgy gondolta, hogy folytatja tovább ezt a remek bunyót. Az egyébként egy nagy taktikai diadal volt, mert mindenki arra számított, hogy Barrera szokásos stílusában megy előre folyamatosan, hát az Hamednek... És a 12 menetben kemény jobb egyenek. Itt is gyönyörű balra ütés jobb horog kombináció válaszol. Eddig jól védekezik Enrique Sanchez, a legjobb ökölvívójának. Jobb egyenes. Szép. Nem megint állhatnánk, az tipikus feltérképező első menet, kevés figyelmeztető ellensorozatot, és rájött. Ó, ez gyönyörű volt. Gyönyörű volt. Ez igen, de szépet kaptam. Elég felelőtt. Negyedik menet. Annak is a hajrája. Sancheznek volt már világbajnokunk. Olyan könnyedén, olyan lazán boxol ebben a menetben. Remek. Igen. Meg van fogva. Látszott már. K.O.-val a második menetben is begyűjtötte a WBC. Szép, hátrahajlásból, jobb egyenes balhorog. Jó, Barrera, aki ügyvédnek készült, de végül is a bunyót választotta. Na most egy óriási adok-kapok. Sanchez is talált balharoggal. Ő Enrique Sanchez, de nem rendelkezik olyan klasszis erényekkel, mint Barrera. Rekedni néha-néha. Most egy balegyenest indít el. Igen, nem, Barrera hátrahajlásból. Még egy perc a menetből, eddig Barrera ugye kétszer küldte padlóra. És súlyos hangjára hallatkozik. Teljes testsúlya ütött balegyenes volt. Ritkaság, mert a balegyenest általában előkészítő ütésnek használják. Sorozat. Ugye Barrera sokszor elmondta már azt, hogy őt nem a címek érdeklik, hanem az ellenfelek menet is. Itt volt ez a balharag, ami után megállt Sanchez, átfutott rajta, és Sanchez nem jön ki a hetedik.